Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Akkor ennek a rendezvénynek, ha jól értem, van egy regionális hangsúlya, ennek a nyugati régiónak a reprezentációja nagy, és az is jellegzetes, hogy ugye a betegek és az egészségügyi dolgozók is itt vannak. Hát ehhez képest próbáltam összeállítani én is az előadásomat. Ugye amikor én nem fogok beszélni a számítás technikai dolgokról, azt a Csúlya úrra hagyom, hanem inkább az elvéről szeretnék beszélni a dolgoknak, és mivel minden ilyen személyre szabásnak az az elő feltétele, hogy profilaxison legyen az a súlyos hemofiliás beteg, természetesen a profilaxisra fogok koncentrálni, és ugye egy kicsit a legfiatalabb korosztály, a ifjú hemofiliások, a pupos betegek szempontjából, és utána meg az idősebb korosztály a felnőttek szempontjából, és szeretnék azért adatokat is mutatni, tehát profilaxisról szóló tanulmányokról, a személyre szabásról, és az Egyesült Királyságban, az Nagy-Britániában, hogy hogy megy ez a személyre szabás a valóságban, az úgynevezett real life vizsgálatot szeretném még a végén bemutatni. Ugye nyilván eljutottunk most már évtizedek óta erre az új évezredben, ebben a stádiumban, hogy minden súlyos hemofiliás betegnek profilaxison kell lenni, és a profilaxis eredeti célja az az volt, hogy az 1% alatti súlyos hemofiliát az idő tengely egészében mindig folyamatosan 1% fölé emeljük, tehát legalább egy középsúlyos hemofiliába tornázzuk a súlyos hemofiliát. Magyarul a spontán és főleg izületi vérzéseket ezzel el lehet kerülni. Nyilván a traumás vérzéseket teljességében nem, de legalább ezeket a spontán vérzéseket sikerül elkerülni. Hát miért? Mert minden, ami a hemofília következményeivel kapcsolatos, az ez okozza a visszatérő vérzés egy adott izületbe, a célizület képződése, ott abban a célizületben kitágul az izületi tok, és ott már irreverzibilis károsodások mennek végbe, amit már a későbbi évtizedekben az életben nem lehet visszafordítani, csak műtétileg lehet megpróbálni korrigálni. Ugye, ha most megnézzük ennek a hemofíliás vérzéses artropátiának a kóroktanát, az kettős. Egyrészt vannak degeneratív változások, a vér megváltoztatja a porcnak az anyagcseréjét, a csont is károsodik, tehát ezek a csont és porcos struktúrák olyan károsodásokat szenvednek el, mint a súlyos időskori artritis, a porckopásos betegség az időskorban. A másik, ez az osztaoartritis. A másik pedig a reumatoid artritishoz hasonló gyulladásos elváltozások, ezt is a vaslerakódás, meg ezek az enzimek okozzák, hogy a vörös vérsejtek szétbomlanak a bevérzés után, és a vas károsodást okoz, elindítja az izületi belhártyában azoknak a kis bolyhoknak a túlméretezett burjánzását, és a benne levő ereknek a túlméretezett burjánzását, és ez egy ilyen, mint a reumás betegségben, reumás izületi gyulladást okoz. Akárhogy is van, ezek egy ördögi kört, egy circulus viciózust indítanak be, mert amikor már ilyen bolyhosan megnagyobbodott az izületi belhártya, az könnyen becsípődik, az újra rávérzik, és ez így megy, egymást erősítő körré alakul. Azt meg tudom én is erősíteni, hogy már egy vagy két izületi vérzés után, egy adott izületben progresszív, az életkor során előrehaladó károsodások következnek be, akkor is, ha újra már nem lesz izületi vérzés abban az izületben. Tehát amikor azzal érvel a hemofíliás betegünk, hogy hát őnek olyan ritkán van, akár csak havonta egyszer izületi vérzése, és azt is azonnal kezelés utána már nem fáj, nincs vele panaszom. Hamis biztonságérzetben van,
Mert az a kis vér legyen, az néhány cseppvér, ami oda az izületbe bekerül, óhatatlanul ebbe az ördögi körbe rontani fogja az ő izületi sorsát, a fájdalmait, a szenvedését, és előbb kerül műtétre is emiatt. Tehát profilaxis, nincsen más. Ugye ezt csak azért mutatom, hogy amikor mindenféle vizsgálatról beszélünk hemofiliában, ott a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek nagyon biztos kimeneteli paraméterek. Amikor egy vérnyomás csökkentőt tesztelünk, egy másik vérnyomás csökkentő tablettával, mind a kettőt rózsaszín tablettával tesszük, nem tudja az orvos se, a beteg se, kettős van vizsgálat, hogy melyiket szedi, és megmérjük a vérnyomás értéket 24 órán át, két hónapon át, vagy öt hónapon át biztos kimeneteli paraméterem van, meg hát nézem közben a laborparat, ezek mind biztos kimeneteli paraméterek. A hemofíliában már maga a vérzés, az éves vérzés gyakorisága, ez nem biztos kimeneteli paraméter, mert ha nagyon megvizsgáljuk, se az orvos nem tudja, se a beteg néha nem tudja, hogy az a panasz, ami neki itt van, az most egy friss, akut bevérzés által okozott panasz, vagy pedig a már meglevő deformitások, gyulladás, amiket mutattam, annak következtében jelentkező időszakos fájdalom. Tehát van egy összefekvő része ennek a két tünet csoportnak, ami közös, a fájdalom, a duzzanat, a pirosság, a izületi mozgástartomány, a merevség, a melegség. Ezek mind okozhatja egy akut vérzés is, meg a későbbi paraméterek. Hát ez csak azért, hogy tudjuk, hogy nem olyan könnyű a hemofiliában vizsgálatokat végezni, objektív vizsgálatokat végezni. Mégis megvolt ez a kívánalom, hogy valamilyen módon próbáljuk ezeket a kimeneteli paramétereket fejleszteni, ugye ezek a röntgen paraméterek, Patterson score, ezek a klinikai paraméterek, a Gilbert score és a hemophilia joint health score, és vannak ugye az életminőségi paraméterek, amelyeket föl lehet venni kérdőívképpen, és hát ezen a területen is van fejlődés hemofiliában. Azonban ugye még egy szempont van, amikor a profilaxist megtervezzük egy adott betegnél. Az pedig az, hogy egyrészt nekünk állandó profilaxist kell elérnünk, tehát hogyha közben ő neki inhibitor képződik, ellenanyag a 8-as faktor ellen, akkor már nem tudunk hatékony profilaxist adni, legalábbis a jelen módszereinkkel olyan hatékony profilaxist, mint a 8-as faktor. Tehát úgy kell az intenzív profilaxist biztosítanunk, hogy ne legyen vérzése a betegnek, vagy lehetőleg ne legyen, de ne is képződjön inhibitora is. Ez a két cél, ez néha konfliktusban is lehet. És ez a gyerekkor. Tehát itt érek át a gyerekkori úgynevezett pupos profilax. A pupa azt jelenti, hogy az a hemofíliás újszülött, aki még nem kapott 8-as faktor kezelést, nem kapott még transfúziót vagy vérkészítményt. Tehát ezeknél a pupokos betegeknél kicsit másképpen kell eljárnunk, mert hiszen tudjuk, nagyon súlyos következményei vannak az inhibitor képződésnek, ami a dián szerepel, de én nem akarom most hangsúlyozni ezeket. Na most egy elég jelentős vizsgálat van folyamatban, és már az első eredményeit közölték, ami azt vizsgálta, hogy azzal lehet-e javítani az ellenanyag képződés arányát ezeknél a fiatal hemofíliás gyerekeknél, akik még nem kaptak korábban kezelést, hogy emberi sejtvonalon állítunk elő 8-as faktor, tehát rekombináns készítményhez, de nem hörcsök sejtvonalon, hanem emberi sejtvonalon. És most jelenleg ezeket negyedik generációs készítményeknek hívják, és két ilyen van. Az egyik egy hosszú 8-as faktor tartalmú és egy hosszított felezési idejű ilyen 8-as faktor készítmény. Ugye amihez most mérjük általában az inhibitor képződést, az egyetlen ilyen randomizált, tehát véletlen besorolású vizsgálat volt, amit CIPET study-nak hívunk, ugye olasz első szerző publikálták egy nemzetközi vizsgálat,
ahol a rekombináns faktorokkal majdnem a betegek felében 44%-ában volt inhibitor képződés, a plazma eredeti ennél alacsonyabb inhibitor képződést mutatott, és hogyha megnézték a igazán fontos nagy mennyiségű inhibitort, nagy titerű inhibitort, abban is különbség volt ugye a hörcsök sejtvonal előnyított rekombináns készítmények és a plazma eredetű készítmények között. Ezért érdekes most az a vizsgálat, hogy egy emberi sejtvonalon előállított, ez a human cell line, ez jelenti az emberi sejtvonalat, az milyen módon befolyásolja az inhibitor képződést ezeknél a fiatal hemofíliásoknál. Ez a Liesner nevű hölgy gyerekgyógyász, hemofília specialista, aki Londonban a legnagyobb gyerekkórházban dolgozik, ő publikálta ezeket az adatokat, és ő mondta, hogy ez az első evidence-based, tehát bizonyítékon alapú adat arra, hogy csökkenthető az immunigenitása ezeknél a fiatal betegeknél a 8-as faktor rekombináns készítménynek. Ugye így nézett ki az összes inhibitor csak 20% fölött valamivel, és a nagy titerű inhibitor a szaggatott, tehát az is 11-néhány százalékossal. Tehát ez inkább a SIPET vizsgálatnak a plazma eredetű és nem a rekombináns ágára közelít ez az adat. Aztán más lehetőség, hogy esetleg előre lehessen lépni, az pedig a Willebrand faktorral való kombinálhatósága a rekombináns készítmények, mert hiszen tudjuk, hogy már létezik rekombináns Willebrand faktor készítmény is, tehát potenciálisan lehetőség van kombinált készítményre. És még egy nagyon ígéretes dolgot írtam oda az aljára, az a Bioverativnak egy vizsgálatát jelenti, most jelenleg ezeket a vizsgálatokat a Sobi és a Sanofi végzi együttesen. Ez a készítmény, ez azt tudja, hogy van ezen is egy hosszító, mint egy ilyen pegilálás, hasonló jellegű, úgy hívják, hogy X-10 nevű felezési időt hosszabbító csatolmány van a 8-as faktoron, és ott, ahol a Willebrand faktorhoz kéne kapcsolódnia, ott van egy pici dugó, egy része a Willebrand faktornak, hogy ne tudjon a Willebrand faktorhoz csatlakozni. Tudnilik, az azért jó, mert hogyha mi meghosszabbítjuk a felezési idejét a 8-as faktornak, a 8-as faktor 96%-ban a Willebrand faktorhoz csatlakozva kering, akkor a Willebrand faktor nak a receptorai fogják ezt a komplexet kivenni a keringésből. Tehát ha Willebranddal együtt van, akkor nem 12 óra lesz a felezési idő, mert azt meghosszabbítjuk, de csak annyira hosszabbítjuk meg, amennyi magának a Willebrand faktornak a 18 órás felezési ideje. Ha nem engedem csatlakozni oda a Willebrand faktor, akkor érvényesülhet ez a hosszabbítás, mert nem fogja a Willebrand receptor kivinni a keringésből. És ez már ugye főleg első fázisú, tehát hemofiliás betegeken, de még csak dózis megtaláló vizsgálatban körülbelül olyan hatásosságot mutatott, ami összemérhető a 9-es faktor hosszabbításának, akár ugye 4-5-szörös hosszabbításnak is. Tehát azért mondom, hogy ezen a területen is várhatók új eredmények. Mit csinálunk itt mi Magyarországon? Mi egyre inkább adjuk a súlyos betegeinknek, akár hemofiliások, akár más súlyos vérzékenységben szenvednek a profilaxist, és azért, hogy minél kevesebb inhibitor legyen, mi ezt a korai kisdózisú profilaxist adjuk a pupos betegeinknek, ami azt reméljük, hogy még az izületi státusz is megmarad, de nem adunk nagyon intenzív kezelést abban a periódusban, amikor a legnagyobb az inhibitor képződésnek a veszélye, és ezért az inhibitor képződés szempontjából is jó arányt tudunk fönntartani. És most jelenleg a human
sejtvonalon előállított rekombináns készítményt kapják a magyar újszülöttek, aminek a vizsgálatát mutatta. És akkor most már térjünk át a felnőttkori profilaxishoz, mert ez az igazi személyre szabásnak a lehetősége. Ugye ma már ez az ideális célunk a zéró, legalább a zéró, spontán, ízületbe tértőnő vérzés. Ezt kéne valahogyan elérni, és ehhez nyilván nem lesz elég, hogy az idő nagy részében 1% fölött legyen, mindig 1% fölött kell lenni, sőt, a beteg fizikai aktivitásától, vérzéses előfordulásától függően akár nagyobb völgyértéket kell céloznunk. Hogy normális élettartamot, életminőséget tudjunk biztosítani, sőt, a fizikai aktivitás is legyen a gyerekeknél legalább már a normálishoz közelítő. De itt az ellentét párja, amit a NEAC, a volt OEB képvisel, hogy koszt-effektívnek kell lenni ebbe a mi eljárási rendünknek, mert rövid távon biztos többe kerül, hogyha egy intenzív profilaxist csinálunk. Hosszú távon persze műtéteket spórolunk meg, hiányzást spórolunk meg, jobb az életminőség, hosszú távon effektív lehetett. Ugye az eredeti profilaxis módszerek, amelyeket leírtak, a svéd, a kisebb dózisú, kevésbé intenzív holland, és a kanadai, ami a vérzések után emeli a dózist, tehát egyfajta eszkalációs mennyiségi profilaxist jelent, azok nem veszik figyelembe a betegnek a sajátos szempontjait, csak a testsúlykilogrammot, és annak alapján adagolják a profilaxist. Ez végül is, ez a testtömeg alapú profilaxis, ez egy drágább, nagyobb felhasználást eredményez, tehát annak ellenére, hogy nem veszi figyelembe a beteg aktivitását, életkorát, azt, hogy ő eredetileg is már profilaxison volt, és ezért primer profilaxison, és ezért jók az ízületei, vagy terciár profilaxison van, mint felnőtt, és már nagyon rossz ízületi stádiumban van. Tehát nem fogunk tudni optimális kezelést elérni, vagy túlkezelünk, vagy alulkezelünk, ezért fontos a személyre szabás. És hát ebben a személyre szabásban bizony figyelembe kell venni, hogy valaki csak így, mint én, a számítógép mellett dolgozik, vagy tényleg fizikai munkát végez, vagy sporttevékenységet végez, amihez nagyobb védelemre van szükség. Ugye ez a szerencsénk, hogy ma egyrészt figyelembe tudjuk ezeket a szempontokat venni, milyen a beteg vérzése, hogy volt az múltkori időszak óta, volt-e ízületi vérzés, az az ízületi vérzés traumás volt-e, vagy magától következette be, milyen fizikai aktivitása volt, ezt meg tudjuk beszélni, és ezt párhuzamba tudjuk állítani egy farmakokinetikai becsléssel, és ennek alapján tudunk új profilaxis tervezni a betegnek. Ugye ez az alapja, hogy miért van szükség a farmakokinetikára, mert lesznek olyan betegek, akiknek nem olyan magasra megy föl a faktor szintje egy adott beadás után, de még elég lassan bomlik le. Van, akinek ugye nem is megy elég magasra, és nagyon gyorsan lebomlik, van, akinek meg nagyon jó a farmakokinetikája, jó magasra fölmegy, és nagyon lassan is bomlik le. Tehát ezt előre nem tudjuk megjósolni, tehát ezt meg kellene becsülnünk. Ugye ahhoz, hogy megbecsüljük, ez az időtartomány, ez a faktor 8-nak a beadása, a 8-as faktor injekció, ez a tartomány a legjobb, amikor meg kéne néznünk, hogy hány százalékon van. Ugye ez fontos érték, hogy mennyire megy maximálisan föl, például egy műtéthez, a műtét tervezéséhez fontos. Ez is nagyon fontos, hogy mennyi a következő beadás előtti völgy, vagy minimális érték, nagyon fontos, de a magához, a számításokhoz, hogy megadjuk a farmakokinetikáját a betegnek, itt túl nagy a laborszórási lehetőség, ami hiba határ. Itt pedig, tehát a 3-4 óra és a
a 24 óra közötti időszakban optimális, hogyha tudunk mintát venni. Ebből már következik, hogy ezekkel az új módszerekkel, amit majd be fog mutatni a következő előadás, nincs szükség a teljes farmakokinetikára. Nyilván minden egyes betegnél, amikor bejön a kórházba, és elmondja, hogy mikor adta be az előző készítményét, pontosan följegyezve, mi beadunk egy adott mennyiséget, akkor lesz már egy völgy koncentrációnk, lesz egy maximális koncentrációnk, tehát ezek rendelkezésre állnak, és ezekből az időpontokból kettő vagy három minta begyűjtése elegendő. Most nézzük meg, hogy egy adott, valóban egy klinikai vizsgálatban hogyan nézett ki a személyre szabott profilaxis, és az mit tudott adni ezeknek a súlyos hemofíliás felnőtt betegeknek, akik részt vettek, ugye mi is benne vagyunk a résztvevők között, Márti sokat dolgozott ezekkel a vizsgálattal és ezzel a betegcsoporttal, aki részt vett. Ugye itt egy hagyományos, teljes farmakokinetika meghatározás történt, és ennek alapján minden betegnek megvolt a görbéje. Az eleinte 1-3 hónapig a hagyományos profilaxist kapták, tehát a standard, vagy minden másnaponta, vagy hetente 3-szor 30-40 egység per tetszúkilogram standard profilaxist kaptak ezek a betegek, ez a malmő vagy a svéd tradicionális profilaxis, és utána fél évig a megtervezett profilaxist, a személyre szabott profilaxis, ami ennek a farmakokinetikának alapján készül. Ugye ez azt a célt szabta ki, hogy jó legyen betegbarát szempontból. Ritkán kelljen adni, tehát megtalálni a minimálisan szükséges heti injekció mennyiséget, megtartsuk az 1% fölötti, tehát nem ment nagyon magas völgykoncentrációra, de 1% fölötti megtartsa. Ne legyen az egyszeri adag 60-80 egység per tetszúkilogramm fölött, mert akkor már maximális 200% fölé menne, ami már esetleg trombogén is lehetne akár, és így állította be az adott betegnél a személyre szabott profilaxist. Így nézett ki a felezési idő a vizsgálatban. Minden betegnek itt látszik a felezési ideje. Van, akinek a legrosszabb volt, annak ilyen 6 órás felezési ideje volt, van, akinek meg extrém jó volt 30 óra fölött. Ugye ekkora a szórás, pedig ugye az átlag az 8-12 óra között van egy felnőtt beteg csoportban. De mégis ennyi a különbség. És akkor ugye itt látszik, hogy itt végül is 15 óra volt a felezési idő ennél a készítménynél. Ugye azt lehet látni, hogy ezek a betegek másnaponta kapták, ezek kapták hetente 3-szor, ezek 3 naponta kapták a farmakokinetikai becslés után, ezek a betegek hetente 2-szer. Tehát az átlagos beadási gyakoriság hetente 3 és dózis intervallum, tehát a idő, ami a két dózis között volt, 3,5 nap volt, és azt jelenti, hogy majdnem a kétharmada a betegeknek csak heti 2-szeri beadáson volt. És ezzel sikerült elérni medián éves vérzésgyakoriságban a nulla értéket, és a betegek 3/4 része nem vérzett a vizsgálat időtartama alatt. Tehát a konklúziója ez, hogy viszonylag ritka beadást tett lehetővé, még összességében 8%-kal a hagyományos profilaxishoz képest lehetett csökkenteni a felhasználás mennyiségét, az éves vérzésgyakoriság alacsony volt, és nagyon sok betegnek egyáltalán nem volt vérzése. Na most a elnök úr is kitért a hosszított felezés idejű készítményekre, és itt van az egyik hosszított felezési idejű készítmény. Ugye ezt azért hozom el azt a példát, mert itt egy tökéletesen hasonló molekula, az Advate molekulára tesznek egy pegilálást, és ezáltal megnyúlik a felezési ideje. 1,4-1,5-szörös felezési idő megnyúlást lehet elérni, hogy látszik az ábrán. És maga az teljes 8-as faktor fedés, vagyis a görbe alakú terület,
az pedig még inkább nagyobb, itt lehet látni, ez majdnem kétszeres a hosszított felezés idejű készítménye. Ugye hát akkor így néz ki, hogy ez a standard teljes full length, tehát teljes 8-as faktor rekombináns készítmény, ez pedig a tegilálás után a hosszított felezésű készítmény, ennyivel javulnak a farmakokinetikai paraméterek, és akkor ez lehetőséget teremt arra, hogy vagy ugyanúgy, ugyanolyan adagban, ugyanolyan módon adagoljuk a készítményt, tehát például itt ebben az esetben hétfő, szerda, pénteken, majd utána újra hétfőn kapja a beteg, de a hagyományos készítménnyel azzal alacsonyabbra lemegy a völgykoncentráció, nincs olyan védettség, mint hogyha a hosszított felezésűt ugyanolyan módon adjuk, de akkor magasabb lesz a völgykoncentráció. Egy nagyobb teljes védelmet jelent a betegnek, vagy pedig csökkentjük a beadásnak a frekvenciáját, tehát itt nem hétfő, szerda, pénteki regiment alkalmazunk, hanem ugye ő kapja szerdán, pénteken a készítményt hetente kétszer, ugyanaz az adagba, és akkor egy hasonló védelmet lehet biztosítani a ritkább beadás mellett is. Így vagy úgy, ezeknél a készítményeknél a becslések eltérő lesz a felezési időnek, tehát itt egyel több mintavételre kell készülnünk, amikor, mert hiszen tovább él a keringésbe a hosszított felezési. Én most itt a nemzetközi társaságnak, International Society of Thrombosis Hemostasisnak az ajánlását mutatok. Tehát a rendes 8-as faktor készítményeknél kettő vagy három minta elegendő a becsléshez. Az egyik minta legyen a 4-től 8 óráig, a másik a 24 óra körül, esetleg legyen 48 óra körül is, ha még pontosabb becslést akarunk. De ha hosszított felezésű készítményt nézünk, akkor legyen egy, még egy következő vér, mint a 72 óra, harmadik napon is. Ugye, tehát akkor itt most ehhez, amit már mutattam, ehhez még hozzá kell venni egy 72 órás vérmintavételt is. Az utolsó néhány dia egy másik vizsgálat, amit meg szerettem volna mutatni önöknek, ez a Nagy-Britániában az Egyesült Királyság PK vizsgálata. Ez egy real world vizsgálat, tehát semmiben nem szóltak bele, hogy hogyan folyjon a kezelés, ahogy folyt a kezelés a súlyos hemofiliás betegeknél, csak egyszerűen csináltak egy PK meghatározást, és utána annak alapján terveztek egy másik profilaxist, egy módosított PK alapján módosított profilaxist, és utána megnézték, hogy hogyan alakult a vérzése a betegeknek. Összesen 16 ilyen centrum vett részt benne, 60 beteggel kezdték, végül is 50 betegnek az adatát sikerült feldolgozni. Ugye ezeknek a betegeknek a 42%-a minden másnap adott magának készítményt. Ugye felnőtt betegek Magyarországon nem állunk ilyen jól. Nagyon kevés az olyan felnőtt beteg, aki azért másnaponta adja. A betegek egyharmada pedig hetente háromszor adta a 8-as faktor készítményt. Ez volt a kiindulási adás. És akkor ezzel a kiindulási helyzetben a betegek egyharmadának nem volt egyáltalán bevérzése, és jó néhány betegnek végig 1% alatti völgykoncentrációt jósoltak. Itt látszik, hogy a betegek 64%-ánál 1% fölött volt a következő beadás előtti koncentráció. Azt találták ki, hogy úgy kell ezeket a betegeket térképre helyezni, vagy stratifikálni, hogy megnézzük, hogy ki az, akiknél 1% alatt van a völgy, fölött van a völgykoncentráció, ki az, akinél 1% alá csúszik, ki az, akinél egyáltalán nincs vérzés, és ki az, akinél több, mint egy izületi vérzés van. És akkor így nézték meg. Nézzük meg akkor a PK
beadása előtti helyzetet, tehát a PK vizsgálat előtti helyzetet. A legjobb helyzetben azok voltak, mindig 1% alatt volt, fölött volt az értékük, és nem volt egyáltalán bevérzésük, ez 19%-a volt a betegeknek, de még egy másik 17% is olyan volt, akinek ugyan nem volt mindig 1% fölött, de nem volt vérzésük. És ezek, akik rosszul jártak, akiknél nem volt jó még a beállítás. Vizsgálat kezdetekor, tehát ez volt a helyzet. Még egyszer visszamegyek, tehát 36% volt vérzésmentes a betegeknek. Betegek a vizsgálat befejezésekor, tehát amikor megtörtént a farmakokinetika, és áttervezték a profilaxisukat, nőtt azok aránya, akik 1% fölött voltak mindig, és nem volt vérzésük, és több lett az is, aki szintén még nem volt vérzés, és 50%-ra nőtt a vérzésmentes betegek száma, és 40%-a a betegeknek váltott végül is a tervezés után. Tehát ez mutatja, hogy van értelme a PK alapú tervezésnek, és van értelme a számítástechnikai eszközöket is használni. Köszönöm szépen a figyelmet!